emlékszem, Dr. Chen vagyok, a Bihavani Állami Kórházból. A férje meghalt. Egyedül vagyok. Jöjjön! Szükségünk van magára. Kell, hogy segítsen. Maga esküdtett. Most is segítenie kell. Nagyon kérem. Ne féljen. Jó, megműtöm. Érzéstelenítő kérek. Csukd be az ajtót, készítsd elő az injekciót. Hogy vagy? Jó. De nagyon fáj. Rendben jön. Mi történt? Átestél egy operáció. Műtét? Orvos vagyok. Itt van. Vedd be. Most pár napig antibiotikumot fog szedni. Ennél valami. Később. Köszönöm neked. Szeretnék mondani valamit. Igen? Elmegyek. Elhagyom a szigetet. Miért? Hová mennél? Hozzánk tartozol. Sandra már jól van. Nincs rám szüksége. Nem úgy semmi. Dolgozni fogok egy kórházban. A kontinensen. Sundari ismeri az igazgatót. Orvosra mindenhol szükség van. Az olyan messze van. Nem, ha a szívtüzét nem oltja el az eső. Mikor indulnál? Megkértem Sundait, hogy vigyen el a kiolinektét.
a vajok készítéje előtt. Május? Jobb ez így. Nem akartam korábban szólni, hogy kevesebb ideig tartson a szomorúság. Marguerite. És hiányozni fognak. De először a múltamat kell elfogadnom, hogy legyen jelenem. És jövő. Visszajössz majd? Eljön az idő. A hajó készen áll? Mennem kell. Kérlek, maradjatok itt. Ígérjétek meg, hogy nem néztek. Én sem fordulok meg. Megígérjük. Vigyázz magadra. Rendben. Mit is mondtál az előbb a tűzről? Ez egy lautáni szólás. Azt jelenti, hogy ne hagyd a szíved tüzét az eső által kivonni. Ha majd visszajövök, érezni fogom, hogy betartottátok. Minden jót, Julián.